Sziasztok! Ebben a videóban folytatom a Magyarok a világbajnok ellen sorozatot, méghozzá a beígért Léko Péter Vladimir Kramnyik játszmával. 2004-ben Léko Péter világbajnoki címért játszott Vladimir Kramnyikkal, és a mostani videóban a páros mérkőzésük 8. világírű játszmát fogom bemutatni. De mert elkezdeném a, a sakkot, azelőtt egy kis kitérő, ugyanis a képen látható hölgy ma ünnepli a születésnapját, és a megfejtéseket kommentben várom, és egyébként a következő videóban a képen látható nagymesternőnek az egyik játszmáját fogom bemutatni. És most akkor vissza a Léko Ramyykhoz. Tehát 2004-ben Briságóban a világbajnoki címre játszott Lékó Péter, és egyébként találtam az interneten egy képet is a páros meccsükről. Ez a fotó egyébként nem a mostani játszmá előtt készült, ugyanis Péter a sötét bábukat vezeti. Majd. És Langyimér Kramnyik pedig világossal van. van. Úgy kezdjük is el a a Kramnik Kramnyik N4-jel nyitott, és Lékó Péter E5-öt lépett, mert 20 F3 után 20 C6-ot, és futóbél után a spanyol megnyitás alakult ki. Ezt egyébként Lékó többször is alkalmazta a mérkőzésük során, és jó eredményt ért el vele. Hát kiváltképpen ebben a játszmában, ami világhírű, ahogy már mondtam. Tehát A6, futó A4, Huszár F6, Sánc, futó E7, Bástya 1, B5, futó B3, Sánc, és itt Kramnyik C3-at lépett, tehát nem semmiféle antimarsal, és d 5 tel Lékó a Marshall támadásra szavazott. Elüti D5, Huszár üti D5, Huszár üti e Ez már akkor 2004-ben is vastagbetűs megnyitási elmélet volt. C6, akkoriban D4 volt a főváltozott manapság, D3 már népszerűbb, és még népszerűbbek egyébként a különböző anti megnyitások. Tehát D4-et lépett Kramnyik, futó D6, Bástya egy, vezér H4, most fenyegetünk itt mattot adni, hogy G3, vezér H3, bástya E4, szintén még elmélet, hogy a világos bástya H4-et szeretne lépni, hogy elűzze ezt a vezért, és sötétek uh, itt G5 a, a, fő lépése, ami első egy furcsa furcsa folytatás, hiszen kigyengítjük a saját királyunkat, de elveszük ezt a H4 mezőt a világos bástjától, és a gyalog egyébként nincs ütésben, hiszen futótigét után vezér f az kettős támadás lenne, és ötétlen nyerne egy tisztet. Úgyhogy emiatt G5-re vezér f lépett, vezér H5, ez még mindkét játékos számára ki volt dolgozva a, erre a versenyre, és egyébként ez még ismert elmélet is volt, és 20 D2 futó F5, F3, tehát világos beáldozza az E4 bástyáját, de ebbe az állásban Léko nem ütötte le a bástyát, ugyanis az emelt van a túl jó lépés, mert futó üti E4 után világos gyaloggal üt vissza, de most támadjuk ezt a huszárt is, és ha a sötét ellép, akkor következhet E5, támadva a futót, majd következik huszár E4, és hirtelen a világos figurák nagyon aktívak lennének, most kéne az, hogy a G5 gyalog meggyengíti a királyt, tehát a G gyalognak ugye g 7 lenne a helye. E, és tovább a világosnak aktív tisztjátéka lenne az áldozat minőségért, meg illetve egy gyalogot is kapott már, hogy ez, ez, nagyon jó állás világosra, tehát ebbe Péter nem ment bele, hanem F3-ra 20 F6 újítást készítette elő. Most már tényleg ütésben van a, világos bástya, hogy Kramnyik elvitte E1-re, következett bástya E8, Bástya üti el 8, Bástya 8, és világos, uh, itt jól folytatta, a 4 gyel a vezérszányon keres ellenjátékot. Ugyan pontosan nem tudni, hogy vajon meddig voltak ezek a, vagy volt ez a megnyitás kidolgozva a játékosok részére, de nagyon valószínű, hogy itt még mindkét, uh, mindkét, fél a házi elemzését játsza. Uh, Péter erősen folytotta vezér g 6 és futó D3-at szeretne lépni, majd Bástya 2 vel beatolni a világos állásába. Kramnyik leütött b és itt Léko közbegtatott lépéssel futó D3-at lépett. Tehát támadja a világos vezért, és itt Kramnyik hibázott, valószínűleg elnézte a Lékonak, Léko későbbi kombinációját. Könnyen meg lehet, hogy itt házi elemzésben végez, követtek el hibát. Itt vezérde illetve van a jobb lépés, ami után sötétnek megfelelően játéka lesz, valószínűleg visszajut előbb utóbb a b gyalogot, és sötétnek aktív játéka van a 100 gyalogért. Ne a parti vezér F2-vel folytatódott, és itt Péter egy újabb közvetített lépéssel jött elő, pástja E2. Most megint megtámadjuk a világos vezért, ráadásul el is fogjuk egyébként. Vezér nem lehet lépni, mert Bástya D2 felfedett támadással tisztet sötét. Tehát ebben az állásban más 2 után Kramnyik fel volt rá készül, vagy itt bizony be kell áldozni a vezért, te úgy látta, hogy a saját szabad és az A vonalon beüti a utána majd be fogja tudni vinni a vezért, és megfelelő ellenjátéka lesz. De hát ezt Péter... Majd meglátjuk, hogy hogy csinálja, hogy, hogy oldja meg ezt a problémát Lékó. Tehát vezér üti E2, futó üti 2 és B üti A6. És ha tartunk egy gyors népszámlálást, akkor uh, világosnak eltűnt a vezére, és ezért ilyen helyzetben csak egy bástyát tud felmutatni, illetve három gyalogot is. Viszont az A gyalog ez már nagyon közel van, és úgy tűnik, hogy nem megállítható, hiszen A7-A8 vezér fenyeget. Abban az esetben, hogyha világosnak be kéne áldoznia, a kéne áldoznia a futóját, futóüti alattal, akkor bársőti utána után a világosnak megfelelő kompenzáció lenne a vezérér, hiszen szóval most egy tiszt, és, tiszt és két gyalog is van a vezérér, továbbá c és ütésben van, a sötét király nem különösebben erős, úgyhogy azt gondolta uh, itt a világbanak a hogy, hogy megfelelően játék lesz a vezérért. De Péter bizony nem ütötte le a hatra, hanem egy fantasztikus lépéssel folytatta. Ha szeretnéd, akkor itt most állítsd meg a videót, és próbáld meg kitalálni, hogy mit lépett Lékó nagymester. Ki annak ennére, hogy a sötét bástya eltűnt, tehát úgy tűnik, hogy nem nincsen olyan sok figura, amelyik megtámadná a világos királyt, Lékó mégis talált erőforrást arra, hogy továbbfokozza a támadását, méghozzá a fantasztikus vezér D3 lépéssel. Most a vezér megjelenik, és megpróbál, hát egyszerűen mattot akar adni. A terv, ugye vezére 3 sak, és mattot adni később. Szóval nézzük a, a leg uh, folytatás, hogy mi történik, hogyha világos tovább az anyalogot, és látszólag a nyolc vezér. az megállíthatatlan, és nem is csak, hogy vezér, hanem még ráadásul sakkal is fog érkezni. De erre a lépésre Lékó fontolásan mattot tudott volna adni. Méghozzá vezérel vezér 3 sak a királynak G2-re kell lépni, hogy védje az F3 gyalogot, de ez a gyalog igazából nincsen jól megvédve, hiszen léku le tudna jutni f 3 ra Báldozza a futót is, tehát most már uh, meglehetősen nagy anyagi hátránya van feketének, viszont matot tud adni. 25. F3, vezér 2 most király a G1-e kell lépni, hiszen ha h re mennénk, akkor vezér f 3 az sakkal üt, Egy király G1 és huszár G4 következik. Világos beviszi a vezet, ugye mondtam, ez csak kis testvédnek el kell veszteni egy lépést király g 7 hogy kilépjön a sakból, de ebben az állásban a mat az nem védhető. Kétféleképpen tudna védekezni világos, és két különböző mattot kap rá. Hogyha futóti G5 következne, arra nagyon egyszerűen vezér F2, sak király H1, vezér F3, sak király G1, vezér 2 király H1, vezér 2 vel gyorsan ott is kapna, úgyhogy ezt nem tudja lépni, de másik lehetősége, hogy futóti g5 helyett vezérüti c6-ot lép, hogy a vezér innen megvédje a lovat, az sem működik, mert vezér f2, király h1, vezér f1, g1 után egy folytott matszerű húszár f2 mat következne. Úgyhogy hát ez a nagyon szép hatás, ez nem nem került megjátszásra, ugyanis Kramnyik nem a héttel folytatta ebben az állásban, hanem király f2-vel megvédte az f3 gyalogját, és látszólag megvédte az E3 mezőt is. Most itt nem megint nem egyértelmű, hogy hogyan kéne világ, vagy sötéttel folytatni. Um, és itt megint, hogyha gondolod, akkor állítsd meg a videót, mert Léko megint fantasztikusat lépett. Tehát nem egyértelmű, hogy hogyan lehetne folytatni, és sötét megpróbálja a huszáját is végre felaktivizálni a támadáshoz, mégpedig futóti F3-mal. Eltávolítja a gyalogot, és uh, most fenyeget ugye vezérel kettő sak, tehát itt nagyon más lépés nincs, mint huszár f 3 és most a sötét huszár is megjelenik a, 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 fehér király körül, 20 e 4 sak. És ebben az állásban király egyet lépett Kramnyik, és most megint egy fantasztikus lépés jön Lékótól. Ugye még mindig vigyázni kell az a gyalogra, hogy ne hagyd bemenjem. Tehát vezérülti elfárom, miatt nem menne olyan túl jó, hiszen megy tovább a gyalog. De Lékó még egy tisztet beáldoz, 20 C3-at lépett. Most megint vezérel kettő fenyeget, tehát nincs más, nem csak sak mat fenyeget, nincs más, mint beüti C3, és vezérüti C3 után Lékó le fogja nyerni az A1 bástyát, amivel a vezér kontrollálni is fogja az A vonalat. Tehát király F2 és vezérüti A1 után. Most már sötét van meglehetősen nagy anyagi előnyben. Ugye sötétnek van egy vezér, amiért csak két könnyű tisztet tud felmutatni. Világos. És ebben az állásban egyébként még lehetett volna egy kicsit küzdeni itt Kramnyék helyében, hogyha leüti a g gyalogot, és akkor ugye van két tiszt, meg egy... Hát egy gyalog, de nyilván Léko leüti ezt a gyalogot. Tehát két tisz van a, a, vezérjét, és némi, némi döntetlen esélyben nem túl nagy igazából az állás, ez meglehetősen vesztett világosan. De ebben az állásban a Kramnyék még egyet hibázott, mivel a partőrtön véget is ért, rá a hetet lépett, arra számított, hogy majd Lékú leüti ezt a gyalogot, de Léko nem ütött le a hétre egyből, hanem háhatta megvitte a saját gyalogját, és után pedig a, az a hét gyalog le fog és így nem még egy gyalogja is marad. Úgyhogy ez már teljesen vesztett állás, H4-G4 után Vladimir Kramnyik be is dobta a törő Ezzel a, ezzel a játszmával egyébként Léko át is vette a vezetést ebben a világbajnoki páros meccsben, és még négy forduló volt hátra, a évben tervezem, hogy az utolsó forduló játszmát is be fogom mutatni egy videóban. Tehát ezt elárulom akkor, hogy az utolsó fordulóig őrizte Lékó Péter az előnyét. Az utolsó fordulóban Gramnyinknak világosan nyernie kellett, hogy megtartsa a világbajnoki címét. De ezt a pajjtmát később bemutatom. Viszont a következő játszma, amire sor fog kerülni, az a videó elején bemutatott hölgy által játszott parti lesz, méghozzá ő fog játszani, ez a nagymester, hogy fog játszani, Gari Kasparov ellen.